Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház! A Mi Hazánk mozgalom már régóta követeli a nyugdíjak letiltására vonatkozó szabályok enyhítését, mert a jelenlegi rendszert igazságtalannak tartjuk. Rengeteg megkeresés érkezik pártunkhoz azzal kapcsolatban, hogy a népnyúzó végrehajtók és végrehajtások miatt a nyugdíjasok egyre nehezebb, már megalázó élethelyzetbe kerülnek. A végrehajtási eljárásban a nyugdíjból ugyanannyi levonást teljesíthető, mint a munkabérből, melynek mértéke legfeljebb a nyugdíj 33%-a, de többletiltás esetén 50%. Bár idén januártól a havi jövedelem nem végrehajtható része 28.500 forintról 60.000 forintra emelkedett, álláspontunk szerint ez még nagyon kevés, ezért módosító javaslatot nyújtott be a Mi Hazánk mozgalom, hogy emeljék meg a nyugdíjak letiltás alólmentes részét, de ezt elutasították. Hazánkban 1,5 millió nyugdíjas nyugdíja az átlag nyugdíjat sem éri el, ebből nagyságrendileg 1 millió nyugdíjas él a létminimum alatt. A KSH januári adatai szerint 75.000 honfitársunk nyugdíja pedig 60.000 forint, vagy annál kevesebb, ami méltatlanul alacsonynak mondható. Ezt a számot növeli az egyre több végrehajtás alatt álló nyugdíjas, miközben más európai uniós országok a végrehajtási eljárások során jóval humánusabb szabályokat alkalmaznak a nyugdíjasokra, például Ausztriában a nyugdíjak a létminimum szintjéig, Spanyolországban a minimálbér összegéig mentesek a végrehajtás alól. Lettországban a túlélő hozzátartozó nyugdíjára, Görögországban és Máltán a nyugdíjakra egyáltalán nem vezethető végrehajtás. A Mi Hazánk mozgalom kitart amellett, hogy egy ledolgozott élet után nem a létminimum alatti tengődés kell, hogy járjon, vagy legyen a sorsa egy dolgos magyar embernek. Nem beszélve arról, hogy a nyugdíjasok jóhiszeműségét csalók is kihasználják, gyakran válnak átverés áldozatává, miközben a végrehajtási eljárás súlyos következményei ugyanúgy terhelik őket. Éppen ezért elvárjuk, hogy emeljék meg a letiltás alól mentes részt legalább azoknál az eseteknél, ahol az adós nyugdíjas és devizahitel szerződése van. Követeljük azt is, hogy a 13. havi nyugdíj összege mentes legyen a végrehajtás alól. Kérem tisztelt államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy miért szolgáltatják ki a nyugdíjasokat a hiéna követeléskezelőknek és a népnyúzó végrehajtóknak, miért nem tanúsítanak emberséget legalább a nyugdíjasokkal szemben azzal, hogy legalább a létminimum szintjéig megemelik a nyugdíjak letiltás aluli mentes részét. Várom szíves válaszát. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselő úr, majd amikor meghallgatja a válaszomat és arról dönt, hogy elfogadja a választ, akkor kérem, vegye figyelembe, hogy most jogszabályokat fogok önnek ismertetni. Tehát ezek után, tisztelt ház, szeretném felhívni a figyelmét képviselő úrnak, hogy a bírósági végrehajtás alapja minden esetben bírósági határozat vagy közjegyzői okirat. Tehát nem a végrehajtó rendeli el a végrehajtást, hanem a bíróság vagy közjegyző rendeli el a végrehajtást. A bírósági végrehajtók felelőssége abban áll, hogy a bíróság határozatát vagy a közjegyző okiratát a jogszabályok betartásával hajtsák végre. A letiltásra vonatkozó szabályokról az országgyűlés döntött törvényben, mégpedig a végrehajtási törvényben. A végrehajtási törvény 67. szakasza állapítja meg, hogy meddig terjedhet a végrehajtás a nyugdíj esetén. Ez valóban úgy valahogyan ön ismertette, tehát 33% vagy bizonyos esetekben 50%. Ezt hangsúlyozom, egy törvény állapítja meg, nem a végrehajtó állapítja meg, hogy mennyi a letiltható rész ebből. Szeretném felhívni a figyelmét, hogy a 200.000 forintot meghaladó nyugdíj, pontosabban a nyugdíjnak a 200.000 forintot meghaladó része korlátlanul végrehajtás alá vonható. Ezt a végrehajtási törvény 63. szakasza mondja ki, tehát az országgyűlés így döntött. Az országgyűlés úgy döntött, a kormány javaslatára egyébként, hogy a 28.500 forint helyett 60.000 forint legyen az a minimum, amely mentes a végrehajtás alól. Ez január 1-től, tehát duplájára nőtt az az összeg, amit nem lehet végrehajtani. A végrehajtási törvény szerint, még egyszer mondom, tehát a törvény szövege szerint a nemzeti gondozási díj
hadigondozottak pénzbeli ellátása, valamint a kárpótlási célú életjáradék teljes egészében mentes a letiltásról, ugyanígy teljes egészében mentes a települési támogatás, a rendkívüli települési támogatás, az aktív korúak ellátásra való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátás, az idős korúak járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, a gyermekek otthon gondozási díja, az ápolási díj, a tartós ápolást végzők időskori támogatása, anyasági támogatás, rokkantsági járadékok és vakok személy járadéka, egészségkárosodásra tekintettel fizetett keresetkiegészítés, a törvény alapuló tartásdíj mentes a végrehajtás alól, a bíróság által megelőlegzett gyermektartásdíj, a gyermekvédelmi pénzbeli ellátások, a nevelőszülők részére fizetett nevelési díj, a családi pótlék, az ösztöndíj, a kiküldetéssel, külszolgálata és munkába járással összefüggő költségtérítés, meghatározott kiadások fedezésére szolgáló összeg és a fogyatékossági támogatás. Tehát tisztelt képviselő úr, leginkább az országgyűlés döntött arról, hogy mi az, ami mentes a végrehajtásról, és mi az, ami végrehajtható. És ahogy elmondtam, ez nem a végrehajtó kénye kedve szerint történik, hanem a jogszabályok szigorú betartásával, amennyiben nem így történne, úgy az adósnak joga van végrehajtási kifogásra élni, amelyet minden bizonnyal pozitívan fognak elbírálni. Köszönöm. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Nem fogadom el a válaszát, már csak azért sem, mert ön különböző támogatásokat sorolt fel, ami nyilván nem letiltható, és ez nagyon helyes, de én a nyugdíjjárulékról beszélek, amiből viszont igenis levonják azokat a követeléseket, amivel szemben állnak a nyugdíjasokkal. Ráadásul ugye mi egy módosító javaslatot is tettünk annak érdekében, hogy ne 60 ezer forint, ami egyébként örülünk, hogy 28.500 forintról legalább 60 ezer forint idén január 1-től a le nem tiltható rész, de azért ezt is legalább a duplájára kellene emelni, ahhoz, hogy az a sok kis nyugdíjas, aki átlag nyugdíj alatti járólandóságból él, aznak ne lehetetlenítsék el az életét, hiszen a Mi Hazánk Mozgalom álláspontja szerint a jelenlegi végrehajtási rendszer megnyomorítja az amúgy is méltatlan helyzetben lévő nyugdíjasokat, ezért több emberséget követelünk a nyugdíjasok érdekében. Köszönöm szépen!